amikor az utolszinkron időszakába értünk és láttam az összevágott anyagot, akkor már éreztem, hogy nagy-nagy szerencsémre egy csodás filmbe kerültem, és így utólag aztán ugye ezt kevesen tudják így a korosztályunk, csak a fiatalok, hogy ez is Oscarra volt jelölve. A legjobb öt film egyike volt abban az évben. És mert nem szívesen nézi vissza, nem azért fogalmazok így, hogy az ember, mert általában a színészek így vannak ezzel, nem szívesen nézed magad vissza, bármilyen furán hangzik, mert elsősorban nem is a filmet látod, főleg az első pár megtekintéskor, hanem saját hibáiddal szembesülsz. De amikor ezt a filmet nézem, nyilván sok évvel is tehet, a saját hibaimat is már megszerettem, de mindig ott ragadok, és mindig felkavar, és nagyon örülök, hogy ez a film elkészült, és amikor az 1945-öt csináltam, akkor is sokszor eszembe jutott.